Köszöntöm nézőinket, Önök a Terézvárosi magazint látják, önkormányzati percekkel kezdünk. Ismét megrendezésre került a TEKA tábor Baratonföldváron. Kollégáink összeállítását látják a táborban készült felvételekből. Ezt követően következik a Terézvárosi programajánló, majd a magazinműsor. Gyermekgyógyászat Terézvárosban, ez lesz az első témánk. Olvasó tábor volt a Terézvárosi gyermekkönyvtárban, ez lesz a második témánk. Zenei értékteremtés a Terézvárosi Helvécia klubba. Két vendégünk is lesz, a klubvezető Varga Gábor Vilmos és Horváth Gyöngyi, előadó művész, sanzonénekes. Terézvárosi lakosokat és művészeket bemutató sorozatunkban ma Már Ági színművész lesz a vendégünk, aki több mint 30 éve terézvárosi lakos és örökös tagja a Miskolci Nemzeti Színháznak. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Kellemes időtöltést kívánok! Hogy ez a mai a csúcsnapunk, 31-en érkeztek a különböző szolgálatoktól. Polgárőrség tart egy nagyon jó bemutatót, a gyerekeket trafipaxal mérik, hogy milyen gyorsan futnak, hoztak kutyákat, polgárőr motorokat hoztak, és azokat is megnézhetik, kipróbálhatják a gyerekek. Jöttek a 6. kerületi rendészettől kollégák, ők elektromos autóval fognak menni egy kört a gyerekekkel, illetve a kerékbilincsel is próbálhatják ki. A mentőszolgálattól jött két kolléga, és ott tartanak a gyerekeknek életmentést, illetve önkéntes tűzoltóságtól jött három kolléga, és ők a gyerekekkel vizeskedni fognak. Rengeteget fürdöttünk, hál' Istennek, ilyen évünk még nem volt, hogy minden nap be tudtunk volna menni a vízbe. Nagyon jó a hangulat, tényleg egy nagyon jól összeszokott táborozók vannak itt, úgyhogy minden rendben van. 63 gyerekkel indultunk neki, most már egy kicsit kevesebben vagyunk, mert a honvágy azért hazaívott sokakat. Egyébként önkormányzat által jött nekünk a megkeresés. Két évvel ezelőtt is mi csináltuk nekik ezt a rendezvényt a gyerekeknek. Nagy tömegtiszteltetésként idén is mi kaptuk ezt a felkérést a 6. önkormányzat felől, hogy a gyerekeknek jöjjünk le és tartsunk nekik egy kis előadást és egy egybekötött kis oktatással. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon pozitívan sült el. A gyerekek nagyon-nagyon ügyesek voltak, 90%-a nagyon-nagyon jól szerepelt. Azt látom, hogy érdekli a gyerekeket. És én javasolnám ezt így a közeljövőben is nagyon sok gyerek számára, hogy igen, így felvilágosítani őket, hogy mentőhívás, a szakszerű mentőhívás és a szakszerű első segélynyújtás megkezdése, az sokszor életeket menthet, és nagyon ügyesek voltak itt, gratulálok nekik, örülök, hogy itt lehettem. Ez egy nagyon fontos szereplés tulajdonképpen a gyerekek előtt, hiszen azt a funkciókat látjuk, hogy hogyan tudunk segíteni az embereken, és nem feltétlenül a szankcionáló részünket látják. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezik minden évben ezt a fajta nyaralási programot. 6.-7. kerületi polgárőrségnek is bármikor szólunk, rendelkezésünkre álltok. Miért fontos nektek, hogy az ilyen rendezvényeken részt vegyetek? Egyesületünk régóta foglalkozik ilyen programokkal. Elsősorban az iskolákban szoktunk előadásokat tartani, akár az áldozattá válás elkerüléséről, akár különböző KRESZ kérdésekről, illetve egy új programot indítottunk nem olyan régen, kutyás szolgálatot, amelynek rendkívül nagy presztízs értéke van és nagyon jól működik. Ezek nem akármilyen kutyák, terápiás kutyák, amik, hát, hogy is mondjam, a gyerekek kedvencei, ez most már sokatszor bizonyosodott be. Az itteni megjelenésünk is most már, nem is tudom, talán 3.-4. alkalommal rendkívül népszerű a gyerekek körében. Hoztunk magunkat, trafipaxot, önkéntes tűzoltókat, természetesen itt vannak a kutyások, hoztunk motorokat, elég jó programokat tudunk a gyerekeknek nyújtani, és hát láthatólag élvezik is. Nálatok a polgárőrség és a rendőrségnél mi a különbség? Hát alapvetően ugye a rendőrség egy hivatásos szervezet, a polgárőrség pedig egy teljesen önkéntes alapon működő civil szervezet. A polgárőrök
ugyanolyanok, mint bármelyik más állampolgár, illetve annyiban különböznek, hogy mi tudjuk és ismerjük a jogainkat, és nem félünk használni is őket. Az itteni gyerektábor is rendkívül jó alkalom arra, hogy miután a törvény változott 3 vagy 4 évvel ezelőtt, és most már 18 év alatti ifjú polgárokat is tudunk fogadni, hoztunk is magunkkal most 8 fiatalt, aki ifjú polgárőr programban vesz részt. Gyakorlatilag a fiatalok hozzánk jönnek letölteni a kötelező érettségi előtti, vagy különböző ilyen kötelező óraszámokat, amiket az iskola megszab számunkra. És itt foglalkoztatjuk őket, azt gondolom, hogy egy nézetet adunk nekik, hogy mégis mi is a polgárőrség, megismerik a rendészeti munkát, megismerik a rendőrséget, elviszik őket a TEC-hez, a büntetésvégrehajtás különböző objektumaiba, rengeteg olyan dolgot láthatnak, amit egyébként nem. Ilyen jó időnk még nem volt. A napsütés mellett szelet kaptunk az első 3 napon, a többi napon minden nap tudtunk fürödni, ilyen tényleg nem volt még az elmúlt évek alatt, és így a programjainkat is mindent meg tudtuk tartani, úgyhogy most inkább szabadtéri programjaink voltak, és nem pedig zárt téri. Gyerekek mennyire élvezik ezt a tábort, miért szeretnek ide járni? Hát ebben a táborban fantasztikus az ellátás, nagyon jók a programok, még a reggeli tornát is elviselik, azaz, amit talán a legkevésbé szeretnek. Tényleg én is azért élvezem, mert változatos programok vannak, külső programok, mi szervezünk nekik. Hát ez az egyik legjobb tábor, amiben én életemben voltam, úgyhogy én nagyon szeretem, gondolom a gyerekek is ezért szeretik, amiért én. Az önkormányzatunk közbiztonsági alapítványa a 12. alkalommal rendezi meg a nyári táborát. Az első 1-2 évben Csopakon, tehát a Balaton északi partján tartottuk, és ez a 6. év, hogy itt Balatonföldváron. Hogyha valaki ismeri a várost, Balatonföldvárt, akkor tudja, hogy rendkívül kellemes, szép helyen, jó körülmények között tudjuk a gyerekeket fogadni. A szerkesztő úr kérdezte, hogy miért tartjuk fontosnak az ilyen tematikájú tábort. Azért, amiért maga az önkormányzat is kiemelt szerepet ad a közbiztonság, közrend védelmének a kerületben, és azt szeretnénk, hogyha a gyerekek játékos formában megismerkednének ezekkel a területekkel. Mentősök, tűzoltók, polgárőrök, közterületfelügyelők látogatták meg a tábort, játékos formában ismertették meg a munkájukat ezekkel az általános iskolásokkal. A felelős állattartás és az állatkínzás témakörben beszélgetünk, ugye megelőző szempontból, prevenció szempontból gyerekekkel. Ebben a táborban és ugye a múlt heti táborban is nagyon fontos, hogy mivel elég tág volt a korosztály, tehát az óvodástól a felső tagozatos gyerekekig voltak, itt nagyon kell figyelni arra nyilván, hogy milyen szavakat használunk, és az állatkínzásnak például milyen mélységeibe megyünk bele. A gyerekek amúgy nagyon konstruktívak és együttműködőek, ugye én interaktív módon csinálom ezt a dolgot, tehát belevonom őket mindenképpen ebbe, illetve hogy látható kutyákat is viszünk, ez mindig feloldja a hangulatot. Polgárőrség kutyás szolgált, úgy tudom, hogy ez most van alakulóban. Igen, ez egy kialakulóban lévő dolog, ezt a Terézvárosi és Erzsébetvárosi polgárőrségnél kezdjük kialakítani, úgyhogy ennek még nincsen hivatalos formája, ugye most alakulnak a szabályok is, hogy milyen formában, hogy tudjuk ezt véghez vinni. Mi volt ma a sláger, mit szerettek a legjobban a gyerekek? A gyerekek nagyon szeretik azt, amikor a kutyával játszhatnak a végén nyilván, nem csak mikor simogathatják, hanem ugye az egyik kutyánk az tud bizonyos trükköket, illetve labdáért ugrál, sétáltathatják őket, mikor már kellően fáradtak, akkor nyilván, meg ha nincsen macska a közelünkben, mert azt annyira nem szeretik a kutyák, illetve ők nagyon szeretik azt, hogyha belevonom őket akár a felelős állattartásban is, hogy ők maguk tudják elmondani, hogy mit tartanak például ilyenkor nyáron veszélyesnek, ugye a meleg kocsiban tartást a meleg aszfalton, és nagyon szeretik, hogyha kérdezhetnek is saját példák
példákat mondhatnak el, és ebben esetleg mi tudunk segíteni, hogy mit tudnak tenni. Ma például elhangzott, hogy nagymamánál láncon van folyamatosan a kutya, akkor ő 9 évesen hogy tudja ezt elmagyarázni a nagymamának, hogy ezt megoldják. Kutyaszolgálat, miért van erre szükség ma itt Budapesten? Próbálunk valami újat vinni a polgárőrségbe, és néha elrettentő példa lehet, hogyha valaki bűncselekményre vagy egyéb dologra szánná fejét, akkor ugye megelőzésképpen jelen vagyunk az utcán velük, és talán egy kicsit tartanak tőle akkor innentől, hogy ilyen témában közreműködjenek. Szerintem most akik nézik a televíziót, tanárok, óvónénik, biztos, hogy kedvet kapnának arra, hogy esetleg a saját iskolájukba, óvodájukba meghívjanak benneteket. Mi ennek a lehetősége? A budapesti polgárőrségen keresztül, illetve a Terézvárosi és az Erzsébetvárosi polgárőrségen keresztül ezzel a jelenlévő 2 kutyával mi akár heti szinten vállaljuk. Vannak tantermi óráink, tehát az iskolai időben is 45 perces tantermi óra, ahol a gyerekek életkorának megfelelően tartunk prevenciós előadást. Én nagyon fontosnak tartom, hogy itthon sajnos az állattartási kultúra az nagyon mélyen van az környező országokhoz képest, és én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket egy ilyen interaktív előadás keretében közelebb vigyük ehhez a dologhoz, és ha majd ők felnőnek, akkor talán változni fog itthon is Magyarországon az a helyzet, ami Európában már ugye sokkal jobban áll nálunk. Ma itt a tábor egyik legnépszerűbb programja a tűzoltóság volt, hiszen gyerekként mindenki tűzoltó szeretne lenni. Mire voltak kíváncsiak a gyerekek, illetve miket hoztatok nekik, miket mutattatok meg nekik? A gyerekek leginkább a felszerelésre voltak kíváncsiak, hoztunk egy feszítővágókészüléket, amivel beavatkozásukat leginkább szoktunk kárhelyszíneknél, autóbalesetnél leginkább használni. Mellett a locsolás érdekelte ugye ebben a melegben a gyerekeket, a szivattyúval kitermeltük a Balatonból a vizet, visszatermeltük, közben gyerekek saját magukra is locsoltak. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Budapest 14. kerületéből jöttünk. 2006-os viharkár után jött egy olyan ötlet, hogy megalakul a Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület mellett, már 12. éve működik az Egyesület elég jól. Önálló beavatkozási minősítést megkaptuk a körülbelül 4 éve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatójától. Egyesületünk már beavatkozhat önként is a kár helyszíneken. Úgyhogy nem kell mellénk hivatásos tűzoltót, hogyha kimegyünk a helyszínre, akkor már mi is fel tudunk számolni hivatásos tűzoltók nélkül egy kár helyszínt. Hatodik éve vagy itt a Terézvárositek a táborban, felügyelő tanár. Milyen fura ezt kimondani, mert ugye a szakmár is felügyelőként tart nyilván. Mennyivel másabb itt a felügyelőség, mint mondjuk a munkahelyeden, a büntetésrehajtásban? Ez persze fura kérdés, mert nyilvánvaló teljesen más, de mégis. Igen, hát ugye itt gyerekekkel foglalkozunk leginkább, itt is vannak szabályok, amiket be kell tartani a gyerekeknek, kicsit enyhébb szabályok, mint egy büntetés végrehajtási intézetben, ott azért egészen szigorú szabályok között tartjuk a fogvatartottakat és követeljük meg a szabályosságot. Itt is él a táborban a szabály megkövetése és ezeknek a betartása és betartatása. Természetesen gyerekekről van szó, és próbáljuk ezt egy kicsit lazábban kezelni, ezt a szabályok betartását, de az ő érdekükben természetesen a szabályokat be kell tartaniuk nekik is, ugyanúgy, mint egy büntetés végrehajtási intézetben. Azért persze nyugtassuk meg a kedves szülőket, ezért itt nem büntetés végrehajtás van, hanem egy nagyon-nagyon kellemes együttlét, de nagyon fontos állomás, hiszen ez egy közbiztonsági tábor, ahol évről évre a büntetés végrehajtást is bemutatjátok.
Igen, igen, megnyugtathatjuk a szülőket, hogy teljes mértékben jó kezekben vannak a gyerekek, és nincsenek annyira szigorú szabályok között, mint egy börtönben, egy büntetésvégrehajtás intézetben, de természetesen a gyermekek érdekében szabályokat betartattatjuk velük, hogy minden rendben legyen és zökkenőmentesen működjön ez a nagyszerű Teka tábor. Többszörös táborozók állnak itt előttem, Bori, te negyedik alkalommal, Dominik, te harmadik alkalommal vagy itt. Miért fontos nektek ez a tábor? Miért jöttök vissza évről évre? Hát nagyon jó a közösség, minden évben nagyokat lelkizünk, és olyan barátokra teszünk szert, akikkel még sose találkoztam, ilyen jó kapcsolatom még nem volt. Bori mondja, hogy barátokra tesztek szert, ez iskolán belüli barátok, vagy iskolán kívüliek? Változó, vannak iskolán belüli barátok, és vannak iskolán kívüli barátok is. De miért szereted ezt a Teka tábor? Azért, mert nagyon jó programok vannak, szerintem nagyon jól meg van csinálva, és nagyon jó, hogy itt van a Balaton közelében, mert rengeteget tudunk fürdeni. Ha már azt mondja Dominik, hogy programok, akkor milyen programok voltak idén, és mik voltak azok, amik a legjobban tetszettek? Fú, rengeteg program volt, a csapatversenyek, jöttek bemutatózni, BRFK-tól jöttek mentősök, kiképzett kutyások, meg polgárőrök, rendőrök, beleleshetünk a börtön belső életébe, volt éjszakai fürdőzés, rengeteg sportverseny, mint mondtam. Ez nekem a kedvencem az éjszakai fürdőzés volt, meg amikor a börtönről meséltek. Kaja? Az nagyon finom volt, bőséges adagot adnak, nagyon a pótvacsira nem biztos, hogy mindig van szükség, mert rendes adagot kapunk itt is. Miben változott a 4 év alatt a tábor? Hát eleinte csak 1 hetes volt a tábor, de tavaly meg idén már 10 napos, és ez nagyon jó volt, meg több sportversenyt iktattak be, és ez is nagyon tetszett nekem. Jövőre jössz-e? Én szeretnék jönni. Szinte már minden táborozó többedik éve van itt a Teka táborban. Miért szeretitek? Miért jöttök vissza évről évre? Hát ugye mindig a barátokért, meg a maga a hangulatért, hogy itt vagyunk a Balatonon, itt vagyunk egy kopésre, és a programokat is én nagyon szeretem. Mindig jó visszajönni. Vivien, te másodszor vagy itt. Miért mondtad otthon anyáiknak, hogy újra szeretnék jönni? Egy azért, mert újra több embert megismerhetek, így többet tudok kikapcsolódni nyáron, így nem, legalább így nem kell többet foglalkozni a tanulással. Telefonálás, hát úgy tudom, hogy beszedik a telefont minden reggel, és visszakapjátok este. Hát igen, ez így van. Este beszedik, és délután visszakapjuk, így nagyon nem is tudunk vele semmit csinálni, úgyhogy teljesen mindenki elfelejti a telefonját. Hát ugye lehet, hogy telefon nélkül is élni, ugye? Igen, lehet telefon nélkül is élni. Azt mondjátok, hogy barátságok, milyen barátságok szövődtek? Évről évre, vagy évközben is tartjátok a barátságokat? Van akivel évközben is, valakivel évről évre, de ez mindig változó. We'll be right back.